Okleveleiket mutatják ezek a siklósi általános iskolások. Azért kapták az elismerést a siklósi önkormányzattól, mert részt vettek az éghajlatvédelmi akció hős elnevezésű szakkörön. Én úgy gondolom, hogy a földünkre vigyázni kell, mert egy van belőle, és hogyha ennek baja lesz, akkor ugye ez nem csak ránk, hanem az utódainkra is kijött. Szerintem nagyon fontos ez az egész ilyen környezet, meg víz, meg levegővédelem, meg szerintem nagyon jó dolog, hogy ugye is Siklóson is akkor ilyen lesz a város, meg ezek. Felső tagozatos általános iskolások vehettek részt a szakkörön. Ugye feltettem a kérdést minden osztályba, hogy ki az, akit ez érdekelne, és akkor így állt össze ez a 8 fős csapat. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy amellett, hogy az oktatásban, tanmenetben is sok tantárnál lesz felmerül ez a kérdés, jó, hogy így plusz szakkör formájában is kapnak a gyerekek információkat. Nem volt nehéz dolgunk tulajdonképpen, mert egy komplett forgatókönyvet kaptunk mind a 8 alkalomra. Mind a 8 alkalom egy más témakört vetített a gyerekek elé, ebben voltak online feladatok, minden alkalommal kellett valamiféle plakátot készíteniük, és közösen gondolkodni. Aztán voltak ilyen egyéb közösségépítő feladatok is, szóval szerintem nagyon változatos volt, és nagyon élvezték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár a későbbiekben, ha nem is így ilyen formában, hanem csak az iskola ezzel a programmal egy egész éves szakkört is meg tudna valósítani. A Siklós önkormányzat klímastratégiát dolgozott ki. Ehhez kapcsolódik az iskolai szakkörök létrehozása is. A stratégiát alkotni mindig felelősség, hiszen fontos feltenni a megfelelő kérdéseket, és az is fontos, hogy ezt a stratégiát majd nyilván számon tartsuk, és annak megfelelően tevékenykedjünk. Én azt gondolom, hogy mindkét esetben az önkormányzat megtette, amit megkövetelt a haza, és nyilván valid, abszolút jól detektált kérdéseket tettünk föl, és amióta folyik ez a kezdeményezés, azóta már minden önkormányzati projektnél szem előtt tartottuk azt a narratívát, amelyet felvázolt számunkra ez a klímastratégia. Én azt gondolom, hogy nyilván most még csak az első lépcsőnél tartunk, hogyha úgy tetszik, akkor most értünk el a hídhoz, és azon a hídon itt a mostani tudással felvértezve kell átkelni. Egy jobb, egy zöldebb Siklós felé vezető úton, hiszen az a közös vágyunk, hogy Siklós egy klímatudatos, egy zöldebb város legyen, és nyilván minden olyan tudást, amit itt a klímaplatform során a fiatalok, a pedagógusok és nyilván szakértők bevonásával magunkra vettünk izomként, azt tényleg beletegyük a közösbe. Hosszan lehetne sorolni már azokat a fejlesztéseket, ahol a zöld város attitűd meghatározta a mi fejlesztéseinket, a mi beruházásainkat. Nyilván mindenki előtt ismert, hogy megújult a várkertünk, és itt a gyerekre most töltőállomással is gazdagodtunk. Ezen felülre az önkormányzati zöld területeknek a bővítése is kiemelt célunk, és nyilván azokat a kártékony anyagokat szeretnénk kiszűrni, és elfelejteni jövőre nézve, ami ahhoz járul majd hozzá, hogy az ökológiai lábnyomunk kisebb legyen, és Siklós valóban egy zöld város legyen. Azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdéses, és a polgármesterünket is, aki mérnöki pontossággal vázolja fel itt a programokat. Az összes olyan nagyobb ívű törekvésünk ezt szem előtt fogja tartani, és nyilván az is fontos, hogy a lakosság is a mindennapokban partner legyen ebben, és minden kis mozaik is lépcsőhelyére kerüljön. A siklósi helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című projekt záró rendezvényén díjazták az általános iskolásokat április 25-én. 4 iskola vett részt az éghajlatvédelmi akció hős elnevezésű szakkörön.